Ha próbálunk a mindennapokban keresni olyan allergizáló szert, amely minden érint, akkor feltehetőleg a tartósítószerek azok, mert hogy minden élelmiszerben, minden kozmetikumban jelen van, és egyre többen hangsúlyozzák ennek a káros hatását. Mennyire káros ez? Olyan kozmetikumot veszünk, amely hosszú ideig eltartható, megbízhatóan a fürdőszobában akár fél éven keresztül, azt minden bizonyal tartósították. Most szinte minden tartósítószer, ami nem parabén, az mérgező. Ez egy nagyon érdekes kijelentés, amit tettem, de hogyha megnézzük azt, hogy például az átlagos orspréket mivel tartósítják, azokról a leggyakrabban használt tartósítószer orspréknél, amit beraknak, az például idegméreg. Tehát hozzárakják az idegrendszer sejtjeikhez, akkor az idegrendszer sejtjeik az elhalásához vezetnek. Az orsprén keresztül a legtöbb kis molekulai anyag az bejut az agyba és a tartósítószerek is bejuthatnak az agyba. Tehát nem mindegy, hogy mivel tartósítunk, és például a parabén az az anyag, amely nem mérgező. De valaki utána néz az orvosi szakirodalomban, szinte az összes tartósítószer, amit használnak, parabén helyett, az mind sejtméreg, idegméreg, vagy pedig rákkeltő. A parabén természetben megtalálható molekula, hiszen az eperben is megtalálható, a kékáfonyában is megtalálható. Tehát olyan dolgoktól félünk, amik önmagában megvan a természetben megfelelő molekulája, és azoktól a dolgoktól nem félünk, amik igazán mérgezőek lehetnek. Ha velünk maradnak, akkor néhány perc múlva kiderül, hogy melyek azok a növényi hatóanyagok, amelyek az allergiá ellen használatosak és használni is tudnak.